Mindenki utál téged a suliba. Hát elárulom, hogy ennek a pólód az oka. Te is szeretnél a legmenőbb ember lenni a világon, akkor vásárolj XP mintás terméket, és hidd el, te leszel a legnagyobb sztár. Szeretnél VIP expert lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért használhatod ezeket a brutális emojikat, csak te. És most, ha jelentkezel, akkor kapsz instant a csatornámon egy moderátor. Csatlakozz most! Kedves kilogom! Nos, srácok, az egész napos bányászásból végre nagy nehezen hazaértem, már le is ment a nap, pedig kora reggel indultam, na mindegy, szépen haza is érünk, és srácok, ma egy iszonyatosan jó helyre fogunk elmenni itt a Minecraftba, viszünk magunkkal viszont először egy kis pénzt, srácok, nem más fogunk csinálni, mint elmegyünk a Minecraft első kocsmájába, szóval sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én XP-ök, és ha titeket is érdekel, hogy milyen lesz az a kocsma, vagy hogy néz ki, vagy mi van benne, akkor már most csapostok egy hatalmas egy lájkot, iratkozzatok fel, és a csengőt se felejtsétek el megnyomni. Ugyanis ezzel engem nagyon-nagyon tudtok támogatni. Illetve ne felejtsétek el, vannak XP mintás termékek, link a leírásra, a trollshopban, pulcsi, bökre, táska, kirakós, mindenféle brutálisan jó minőségű dolog. Szóval vásároljatok és legyetek ti a legmenőbb emberek a világon. Én viszont nem is húznám tovább a szót. Ahogy látjátok, ott már kicsit... Más hát nem is kicsit, nagyon kirajzolódik itt az egész kocsma, ilyen nagy bödön a jele, vagy nem tudom, ilyen hordó. Na, a többi falus szerintem már mind ott van, mert szépen elmentek. Én is akkor szépen oda megyek, úgyis péntek este van, holnap nem kell már dolgozni. Szóval menjünk, srácok, meg itt egy kicsit partizni. Itt is van kocsma. Na, menjünk be szépen. Ez egy amúgy is egy nagyon-nagyon jó hely. Jó napot, sziasztok, falusiak! Hát akkor nézzünk körül, hogy mi van itt. Srácok, hogy látjátok, itt a biliárdasztal, itt van ilyen kártyázós asztal, ilyen kézmosó rész, vagy nem tudom. Itt meg ilyen férfi mosdó van, az mondjuk tök jó megvan csinálva, ilyen szép tiszta amúgy. Illetve, hát ide nem megyünk be, de igen, itt a női mosdó. Ide nem megyünk be, srácok, ide nem. Amúgy falusi van, nem az ide, azért biliárdasztal, hogy így lenne leszállni, van, nem azért mondom. Itt a zenegép, srácok, lehet zenét kérni pénzért, de mi ezt most nem fogjuk. És itt is van, szép jó napot kívánok! Ez itt ugyebár üdvözletem önnek is. Szeretnék kérni a legjobb sörből egyet, ha lehetséges. Tudok érte fizetni, mennyibe kerül? Mennyibe kerül, ha megkérdezhetem? Úristen, mennyien vannak most itt, rengeteget. Általában kevesebben szoktak lenni, de most ugye péntek van, szóval kicsit tömeg van. Na minden. Na, szeretnék akkor egy sört, kérem uram. Mennyibe kerül, mondja, vagy... Ötrög lenne? Mi az, hogy lenne? Ez hogy érti, hogy lenne? Miért? Elfogyott? Vagy mi van? Mondd, csak egy sört. Sajnos nincs most jelenleg. Sehol? Nincs sehol, komolyan? Csak a pincében. Hát most jó sok vendéget ki kell szolgálnia, szóval azt szereti, akkor lemegyek érte. De én sajnos nem tudok lemenni. Hát értem. Akkor én lemegyek, jó, megkeresem. Az jó lenne. Rendben. Akkor megyek is. Hol a pince? Azt mondja, pince, rendben, menjünk le szépen, be is zárjuk, nehogy a vendégek magunk után jöjjenek. Nagyon kedves az a kosmáros azért, hogy így megbízik bennem, hogy így nem csinálok igazából semmit, meg nem fogom ellopni a sörét, meg a felszerelését. Úristen, itt elég nagy kosz van amúgy, fúj, úristen, na mindegy. Azt a mindegy, mennyi hordó van itt, te jó ég, melyikben van vajon a sör, nem tudom. Srácok, még egyszer, hogy titeket is érdekel, hogy milyen lett a sör a Minecraft, akkor csapassatok egy lájkot. Na, merre lehet? Sör, meg is van, srácok, fel is visszük akkor mindegyiket, hogy ne kelljen többször lejönnöm érte. Menjünk szépen. 1, 2, jó napot uram, visszajöttem, ki is fizetem akkor az 5 darab aranyrögöt. 1, 2, 3, 4, 5, és akkor ugye az összes többi sör, viszont egyet ugye magamnál tartok, mert ezt kifizettem, természetesen segítettem önnek. Na, ezt ígyük meg szépen. Oké, rendben, srácok. Úristen, nagyon menő. Úristen, ez milyen jó. Na, viszont nem tudom igazából, én körülnézek, mert másodjára járok én is csak itt. Az a falusi hova megy? Uram, azon ideérve, hogy belépés szigorúan tilos maga, de nem jöhet föl. Senki nem jöhet fel. Vajon mi lehet itt fönn, srácok? Ez a engem is érdekel. Maradjon lent, kérem. Hát ide most nem szabadna feljönnünk, de... Ez micsoda? Azt mondja, az isteni bájtól. Aki hozzányúl, halálfia. Wow! Utcára nyílik a kocsma, tehát odalent már énekelnek, srácok. Úgy se hallanak, mert odalent megy a zene, viszont ez vajon mi lehet? Hát nem tudom, mi lehet ez, de én ezt szerintem szépen elviszem. Gyerünk, add ide, van egy ötletem, srácok. Ezt gyorsan elviszem valahogy. Jó, oké. Add ide,
Gyerünk, add ide a bájtalt. Kíváncsi vagyok ez olyan mit tud, srácok. Mi ez a törés hang? Ne, srácok, gyorsan fogjuk meg és vigyük. Na srácok, végre elértem. Az isteni bájtal. Kíváncsi vagyok, hogy ez vajon mit tudhat. Ez fura. Oké, szerintem vigyük haza és majd otthon nézegessük meg. Viszontlátásra, köszönöm a sört, nagyon finom volt. Ja, viszontlátásra. Hú, srácok, nagyon érdekel, megnézem mi volt. Most felmegy? Hú, sem megy fel. Oké, jó, menjünk gyorsan haza és nézzük meg, ez micsoda. Az isteni bájtal. Srácok, engem ez nagyon érdekel, hogy mit tud. Ne! Srácok. Eltűnt! Ne srácok, észrevette, nem baj, itt a házba szépen elbújjunk, a falu végén túl se talál meg minket. Mindenki meg fog halni. Ugyan már csak egy bájtal, biztos nem lett olyan rossz. Nézzük csak meg, megiszom mondjuk, vagy nem tudom. Olyan álmos vagyok, srácok. Srácok, mi volt ez a szer? Elaludtam tőle, vagy nem tudom. Mi történt? Semmi. Kop, ki kopogtat? Jó napot, kocsmáros úr! Mi áradban erre? De vitted el az italt? Ilyet, én voltam, de hát... Mi? Nyugalom, semmi nem volt, megittam, de amúgy semmi nem történt, csak elaludtam tőle, ez nem olyan nagy cucc szerintem. Vagy hát nem tudom, ez igazából. Biztos értékes volt önnek, de semmi nem történt. Jönni fog a sárkány. Milyen sárkány? Miről beszél? Megidézted. Én nem látok is semmit. Mikor jön? Mennyi idő? Most azért, mert megittem egy potit, megidéztem egy sárkányt? Úristen, gondolom hamarosan jön, mert már az eget nézi. Eléggé félek. Mikor fog jönni? Mondja meg, kérem. Az az ital nagyon veszélyes. Hát akkor nem tudom, gyere, meneküljünk a pincébe, én nem akarok egy sárkányon vialkozni, semmi, nincs, csak egy láncből szedtem. Jöjjön gyorsan, hogy nagyon sajnálom, tényleg, hogy megittam, nem tudtam, hogy mi az, csak hát az volt a neki neve, hogy isteni bájtó, azt mondom, hogy valami nagyon-nagyon jó dolog, de hát ezek szerint akkor nem. Na mindegy, gyorsan meneküljünk a pincébe, aztán majd lesz, ami lesz. Jó, gyorsan, jöjjön, már hallom a hangját, szinte a sárkánynak jön. Uram, gyorsan. Tényleg még egyszer nagyon sajnálom, hogy megittam azt a potit, de hát nem tudtam, hogy mire jó. Úristen. Gyorsan, gyere, jöjjön már, gyorsabban! Szedje a lábát, tehát egy sárkány lesz itt! Ide lent ugye van kaja? Nincs! Semmi! Egy falat se! Komolyan! Hát akkor itt nem fogjuk, itt fölösleges volt lejönni, azt mondom, hogy ez tele van ez a hely kajával, és hónapokig kibírjuk. Aj, akkor mi legyen? Tudja mit? Én hoztam, rossz ötlet volt, hát igen, nem baj, figyeljen, én hoztam magára bajt, én ittam meg a potit, szóval valahogy elintézem ezt a sárkányt szett és minden nélkül, még nem tudom, hogy, de valahogy megoldom, és igazából, az ott mi? Egy malac. Zabi! Úristen, megint itt vagy! Úristen, nagyon, hát Zabi, igen, ő a malacom, az egyik legjobb barátom, és van is nálam, mindig tartok magam egy répabotot. Gyere Zabi, menjünk, együtt megnézzük, hogy mi ez a sárkány, odakint van. Jó, hát akkor nézzük meg. Hello, sárkány! Zabi simán meg fog jölni, ne aggódjatok, srácok, amilyen lassú, olyan erős is, szóval higgyétek el, simán meg fog jölni, ő a legerősebb malac a világon. Hello, sárkány, gyere, itt vagyok. Miért nem támad? Fura. Én is azt mondom. Hello. Nem támad. Igen, én is azt mondom. Zabi. Miért nem támad Zabiról a sárkány? Hello. Sárkány. Zabi a neve, ugye? Igen, Zabinak hívják a malacot. Ez micsoda? Maga érti, hogy ez micsoda? Miért nem támad a sárkány? Benne van a könyvbe. Milyen könyvbe? Nem értem az egészet. Miért van ez? Na, mondja már meg, kérem, most a... Zabi a megmentő? Miért? De hát, csak ott... Hol van? Hova tűnt Zabi? El is ment! Nem ott van a sárkány alatt. A sárkány a barátja! Ó, értem, hát akkor ezért... Zabi végül is a barátja a sárkánynak. Ez érdekes. Na mindegy, srácok, akkor ezek szerint a sárkány nem fog a falura támadni. Viszont ez a videó ennyi lett volna, remélem tetszett. Ha igen, akkor mindenféleképpen csapastok egy lájkot, illetve iratkozzatok és a csengőt se felejtsétek el megnyomni, ugyanis ezzel engem nagyon-nagyon tudtok támogatni. Illetve ne felejtsétek el, vannak experimentális termékek a link a leírásban, és remélem tetszett ez az első kocsmázás a Minecraftba. Viszont ez a videó ennyi lett volna, like, sub, csengő, én XP voltam, sziasztok!